Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Tech Barát csatornáján. Hát nem sokkal ezelőtt egy nagyon jó kis ESL Pro League 20. szezonjából láthatottak egy mérkőzést, és ugye 2-1-es NIP győzelmet, most pedig már itt vagyunk egy BO3-on SEA-ban. Ugye hát BO1-es lebonyolításban rendezik az SEA Open Intermediate Main, illetve Advanced szezonjának a mérkőzéseit, viszont a rájátszásban, amelyik csapat bejut, onnantól kezdve BO3-akat játszik, és hát értelemszerűen, mert BO3, ez azt jelenti, hogy a Honvéd AC Black ezt fogja, illetve bejutott a rájátszásba, ezért hatalmas nagy gratulál nekik, és az Ego Warriors ellen fognak hamarosan összecsapni Bordarék. Ugye ki még elvileg néztem a statokat, tegnap egy Defwinnel tovább is jutottak, úgyhogy nekik megvan az első mérkőzés. Ezt nem is tudtam volna közvetíteni, hiszen nem is volt róla info, meg szerintem ez így jött, hogy akkor ez a meccs elmarad. Illetve abban maradtunk a hétvégén Gamerlandben Kimékkel, hogy kategorikusan kijelentette, hogy már ők nem fognak reschedule-olni egy mérkőzést sem, mert nem. És de hozzátette, hogy de hát nekik van másik streamjük is, úgyhogy utalva ezzel, erre azzal, hogy hát igazából akkor nem annyira szükséges. Én meg akkor mondtam, hogy jó, hát akkor Bornerik meccsét fogjátok majd látni. Azt, hogy a következő szezonban is, azt még nem tudom, meglátjuk. Igazából, hogyha Kiméknek ez így nem annyira fontos, akkor a magyar nyelvű stream akkor nem szükséges, és hát nyilván jobban örülnek, vagy hát jobban örülnek persze Bornerik, hiszen ugye nekik nem volt semmilyen megjelenésük, vagy szevasz, marcipán, na, GG, sok sikert. Na, a csapatok elkezdték közben a bannolást, illetve nem még csak a szervernek a bannolása, de akkor nézzük meg először is azt, hogy marcipán povót kell nézni. Jó van majd, de nem autodirektor van, de hát valószínű, hogy nyilván ha te leszel mindig actionben, meg akció közelben, akkor téged fog legtöbbet mutatni az autodirektor. Úgy kell intézni bizony. Na, szóval Honvéd AC Black. Ugye itt láthatjuk, hogy azért volt egy hullámzás, volt egy hármas vereségi sorozat itt az utolsó fordulók között, illetve fordulókban, de aztán ebből ki tudtak jönni a honvédosok, és végig is a legutolsó Last Dance elleni Death Win-nel tulajdonképpen a 8. winüket is megszerezték, és biztosították a rájátszásban való részvételt. Hát erre mondják azt, hogy nyilván épp hogy becsúsztak, de itt kell akkor most megmutatni, hogy is tudtok játszani, menetelni. Ugye Gamerlandben is amúgy szerintem jól játszottak a hétvége során, már amennyire képernyőre kerültek, de alapvetően nem maradtak. Hát jó, ugye Neymar, azt mondom, Neymar Piqué elleni utolsó mérkőzésük már ott eléggé nagy arányú vereség volt sajnos, de hát azért itt más kávéhez tegyük hozzá. Itt ugye ez a szint, itt mondjuk azt, hogy azon a szintű csapatok ellen mérkőznek meg. És hát ugye az ellenfél pedig az Ego Warriors, akinek hát nem mondom meg, hogy pontosan milyen nemzetiségű csapat, mert van itt a Faceit szerint két olasz, japán, litván, meg nem mondom, hogy az milyen zászlózódik, szóval szerintem ezek oroszok, vagy lengyelek, de minden esetben nem büszkék arra, amilyen nemzetlobogóját amúgy képviselhetnék. Erről ennyit. Szóval Ego Warriors, itt láthatjuk, hogy azért nekik is becsúszott egy-két vereség, de alapvetően azért ők is, sőt, náluk is volt azért Defin. Szóval ezek alapján elmondhatjuk azt, hogy nagyjából azonos statisztikákkal, illetve azonos meneteléssel rendelkeznek. És hát ugye ne felejtsük el, hogy BO3-ról van szó, de nézzük meg gyorsan akkor a vétót. Ugye itt most úgy fog zajlani a dolog, hogy egy kicsit talán ezt így lejjebb húzom, hogy ez így jobban benne legyen, így mi. Szóval az Ego Warriors kezdi a bannolást, és hát itt ugye, mint ahogy megszokhattatok nagyobb tier 1-es eseményeken is, ugye itt úgy működik, hogy egy-egy ban, aztán egy-egy pick, utána megint egy-egy ban, és a maradék pálya lesz a ugye a decider. Kikerült Ancient, most pedig a Honvéd csapata fog bannolni egy pályát, utána megnézzük majd természetesen azért a statisztikákat is. Jött egy nyugban, úgyhogy most akkor map pick érkezik az Ego Warriors részéről. Hát bármennyire emlékszem az eredményekre, én, ha jól emlékszem, azért talán egy mirást kéne, hogy pickeljenek elvileg, de aztán ebben nem vagyok annyira biztos. Igen, ez ugye most nem látszik, illetve talán a vétónál, igen, ezt most nem látjuk. Úgyhogy hát pikkeltek egy-egy pályát, ez majd ki fog derülni, hogy melyiket, vagy hogy mint. Ez sajnos nem látszik ugye ezen a rendszeren, de most ugye jön megint egy-egy ban, tehát ki fog derülni majd, hogy melyik marad bent. Na nézzük, Honvédtól jött közben egy ban, így van, illetve az Ego Warriors-tól, ők kirakták Vertigót, tehát Nuke, Vertigo, Ancient,
És maradunk Infi Mirázs Anubis pályán. Ha minden igaz, akkor ez a sorrend, ugye ezzel fogunk kezdeni. Infernót pikkelte az Ego Warriors, aztán Mirázs lett ugye a mi pályaválasztásunk, itt a Honvédé, és Anubis lesz majd a Deciderünk, és akkor kukkantsunk gyorsan rá. Köszönöm szépen a követést, szó, szervusz. A statokra, tehát Infernón kezdünk, ugye Infi, az tulajdonképpen hát a Honvédnak fekszik ez a pálya, nem játszott rajta az Ego Warriors, tehát nem tudom ezt miért választották, mindegy, ez maradt. Valószínű, hogy ugye Dust 2 már akkor kiesett, amikor ezt pikkelték volna. Lett volna még Anubis, és Anubis amúgy lesz is Decider, azon viszont ugye az Ego Warriors jobb, ott pedig egy lejátszott mérkőzés van a honvédosoknak, és abból egy vereség. És hát ugye Mirázs pedig szintén felénk billenti a mérlegnek a nyelvét, tehát igazából Infi Mirázst, hogyha megnyeri a csapat, akkor azt gondolom, hogy 2-0-val be lehet fejezni. Ha elmegyünk a Deciderre, akkor ott lehet még akár érdekesség vagy nehézség, ezt még így előre akkor nehéz megmondani. Minden esetre először Inferno, utána Mirázs, és aztán, ha úgy alakul, akkor Anubis lesz majd a sorrend. Úgyhogy ne menjetek nagyon messzire, mert most érkezik egy kis szünet Infernónak a map intrójával, és aztán, amint a játékosok is készen vannak, illetve én is becsatlakoztam, jövünk is ezzel a BO3-mal, úgyhogy hát aki ezt a meccset választja a G2 Koi helyett, ami ugye az e-sport egyén követhető, annak előre is hatalmas nagy köszönet, az valószínűleg hamarabb amúgy is véget fog érni, úgyhogy még remélem, hogy onnan utána páran még bekukkantanak ide. Na, szóval Infivel kezdünk, Honvéd AC Black versus Ego Warriors, nem sokára jövünk, tartsatok ki, és nem sokára kezdődik a meccs. Elindul a késkörünk, illetve bocsánat, a késkör elindul, de itt ugye ezt le fogják boltolni ugye a csapatok, hiszen a BO3-ról van szó. De amit láttok, azt jól látjátok, az Enemy Team nagyon sokáig két játékossal volt jelen a pályán, Matt, illetve Iba, most nem fogom kiolvasni az egész nevüket, mert igen, szóval látjátok, hogy milyen nevék vannak. Tehát Shax, Ibla, Matt, illetve Tempo. És nagyon sokáig Matt, illetve Ibla volt bent, aztán jött még a másik két játékos, de nincs meg az ötödik. Lehet, hogy időközben megérkezik, de ugye el kell kezdeni a mérkőzést. Vagy 5v4, vagy pedig feladják. Ugye ez a két lehetőség van. És ott mivel ugye az Ego Warriors-nak a map pikje, a Inferno, így ugye mindenképpen oda kell, hogy adják a késkört, hogy a CT csapat tudjon majd oldalt választani. Azért még sebzéseket osztanak ki. Ja. Ja. És akkor így meg is van ugye az a bizonyos késkör, így is van. És akkor ugye Inferno, Mirázs és Anubis lesz majd a három pályánk, ugye ezt láthatjuk is a képernyőn. Hát ez így mondjuk, ez így nem rossz. Haladjunk annyiban. És akkor homédosok maradnak ugye CT oldalon, Ego Warriors pedig majd támadni fogja Infernót, ugye saját mappikjük. Egy dolgot itt gyorsan beállítok, mondjuk ezt ide rakom meg. És ide, hogy ne kavarjon be itt a dolog. És akkor pár másodperc múlva. Elvileg én úgy tudom, legjobb tudomásom szerint bejöhet még az ötödik. Tehát becsatlakozhat a mérkőzésbe. Nem indult időkéréssel, tehát akár erre lett volna lehetőségem, hogy az Ego Warriorsnak. Ez számomra mondjuk azt a renget következtetni, hogy lehet, hogy akkor nem is lesz meg az ötödik emberük, úgyhogy ez már egy nagyon nagy esély. Marci megközben spotol egy játékost hídon, a másodikat is. Őt mondjuk itt kint erkélyen, és hát itt van még egy játékosunk konyhában, valamit összedob Tempo, valami finom kaját, és hát Marcipán pedig lejött, és Shaxet elkapta egyből, nem tudom, mit akar csinálni, hát nem felugrált boilerben, hanem csak ott ugrált így egyhelyben, na mindegy. Megvan az ember előny, sőt, igazából az ember előny már na, úgyis megvolt, Marcipánnál ott van a második kill, a harmadik viszont már nem jön össze, 4v2, Ibla nő mellett ott van egy kill, de nagyon jókor jön VTF Tomi, és így 4v1 Tempo marad egyedül. Hoppá, azért az mondjuk szép fejes volt, de hát továbbra is kényelmesen tudnak a CT csapatjátékosai mozgolódni a pályán. Megy az üzengetés, ahogy hallhatjuk, vagy valamilyen üzenetváltás. Itt ugye tegyük hozzá, hogy itt rögtön a bemelegítés során még ez az Ibla meodal. Ajaj, lehet, hogy nem kéne azért ennyire egyedül meg külön mozogni, mert így mondjuk egy jegyeket adunk az életben maradt játékosnak. Oké, hogy info lesz róla, de azért na.
Oké, látta, a Kogi legalább spotolta. Szóval üzent az Ibla, hogy menjenek egyvéjegyezni élőben, megadta a címét is, szóval nagy volt az a bizonyos. Hát meg, de azért az most milyen már. Ja, hogy azért mutassam. És még a bomba amúgy lekerül, de Kogi végre is be tudja fejezni. Hát így még kihozta végül is a legtöbbet ebből az Ego Warriors. Ja, még akkor felszed egy... Hát azt ki kellett dobni, igen. Meg lesz a diffuse, és meg lesz ezzel az első kör. Hát furán indul mondjuk ez a mérkőzés, az tény. Igen, nem tudom, amúgy igen, mínusz 300 dollár, azért kár volt mondjuk, de na mindegy. Jó, megmutatom a... We need to restart, one of us is not joining. Hát, nem tudom, hogy ment-e amúgy toxikusság, mindjárt gyorsan belepörgetek, vagy, vagy volt-e még valami üzengetés. Ó, oh, oké. Okay. Nice time, oké. Okay. Hát igen. Na, hát akkor ezt láthattuk, ez itt streamen is látszódik, ott van. A game restart elvileg nem lesz, tehát hogy a... Mármint, hogy nem 0-0-ról fogjátok a... gondolom folytatni, most azt nézem, hogy volt-e még valami előzménye itt a dolgoknak. Nem volt, úgyhogy igen. Ja, de akkor mégiscsak lesz. Ja, akkor egy kis... Megnézzük, hogy visszacsatlakozik-e egyből. Igen. Visszajöttünk. Igen, 4v5. Nem érkeztek meg ugye a játékosok, most azt írták, hát amúgy eléggé toxikus kommentek mellett is, ez a Ibla Meodal nem túlságosan kedves, úgy néz ki. Igen, és hatan vannak a teamben, és nem bírnak öt embert összeszedni. Igen, és pont egy ráadásul egy olyan mérkőzés, ami ugye már a playoffnak az első meccse, tehát hogy ez mondjuk így a hozzáállásról eléggé sokat elárul, mármint a csapatnak a hozzáállásáról. Úgyhogy nem mondom, hogy azért, mert nem tudom, Bornoréktól megijedtek, már legyen így. Na, már megint? Ja, akkor újra csatlakozunk, semmi gond. Lehet, hogy a szerver restart is történik, vagy másik szerverre fognak érkezni a játékosok egyelőre. Nem tudom most mi történik, amúgy nézzük meg azért a... Ja, itt valami, valami más van. Hűha. Oké, okay, akkor ezt ne nézzük. Igen, valószínűleg akkor most lesz új szerver. Ja. Hát, akkor egy kisebb szünet következik megint. Addig átrakom az intrót, illetve hát, ja, amíg várakozunk, úgyhogy 1-0-ról fog folytatódni. Inferno. Na, hát akkor nem indul. Azért a Pro League-ben is technikai hibák tömkelege volt itt a Heroic NIP meccsen, úgyhogy itt is fölötötte a fejét. Na, szóval akkor Inferno-val folytatjuk 1-0-ról most már, és hát akkor úgy néz ki, hogy akkor 5v5-ben lesznek majd a csapatok, az ötödik játékosa is megérkezik majd az enemy-nek. Úgyhogy... csatlakozom, és amint készen áll mindenki, akkor jövök vissza. Fiúk, lányok, végre Faceit, hát nem oldottam meg, azt mondanám, hogy megoldott, de nem csinált igazából semmit, sajnálkoztak, hogy nem tudnak mit csinálni, nem tudnak IP címet küldeni, hát várjuk meg a mapváltást, az majd talán helyrehozza, és hát helyre is hozta, hála a jó Istennek, úgyhogy hát nagyon megérdemlik amúgy ezek a játékosok már, mint az enemy, hogy kikapjanak, mert igaz, hogy az első map az meg is lett, ugye az ő mappikjük 13-6-ra meglett a Honvéd akadémiájának, de ezen a mapon is le kell őket nullázni, mert fú, ez amit műveltek, ez az időhúzás, és ezen a jogcímen ugye admint hívtak, új szerver, és hát most kiderült az, hogy ha új szerver van, akkor bizony, ha valaki mondjuk ezt spektételni akarja, akkor a mapváltásig nem tudja, mert a Faceit oldalán, a match roomban, a Spectate gomb az még arra a szerverre mutat, illetve az a... tehát igazából az a game kezdett lejátszódni, amit ugye elkezdtek, és amit 1-0-ig láthattunk is. És utána az megszűnt, utána nem volt semmi, és akkor a mapváltásnál írta a Faceit is, hogy hát esetleg a mapváltás. Tehát ők sem nagyon biztosak benne, de végül is meglett. Úgyhogy
láthatjuk ott a jobb felső sarokban, hogy a Inferno, az Ego Warriors pikje, az meg lett, de vagy nem az Ego Warriors nyerte meg, haló. Hanem a... De miért az Ego... Ja, bocsánat. 6-13, így. Újra refresheljük a HUD-ot. És szerintem így jó lesz. Pedig hát az előbb azt írtam be, hogy az AC Black nyerte, na mindegy. És hát megint egy pauzán indítunk, tehát ez hihetetlen mondjuk. Ugye ez itt most a Honvéd mappékje, tehát ugye az Ego Warriors döntötte el, hogy mely oldalon kezdjenek. Ugye értelemszerűen a CT-t választották ők is, ahogyan ugye Infernon láthattuk a Honvédtól szintén a CT picket. És reméljük, hogy most már jól fog megjelenni ott az eredmény. Hát megint valami írogatás, vagy ez komolyan, tehát hogy mennétek valamit írt közben Bortan is nekem messengeren, mert írtam, hogy amit ezek leművelnek, ez megőrülünk. Igazi, micsoda, hát nemi szerv fogyasztók, és az ideg megöli mindenkit, gondolom, és hát szétveti az ideg a Honvéd játékosait, tehát abszolút el tudom hinni, és meg tudom érteni. Ilyet, eleve el kellett volna kezdeni a meccset 4v5-be, azt kész. Tehát, hogy így van, Honvéd nyerte, most már jó a kiírás. Na, végre valahára, akkor hát egy ilyen több mint majdnem másfél órányi késéssel, hát nem késéssel, mert az első map már lement, de maga a kaszt az ennyivel később indul, és hát Bornerék egyből felállnak egy gyors B támadással, megy az ablak füst kicsenre, és hát egy játékos van itt, Tempó, aki tud is egyet fejelni sajnos. Jön rá válasz, jött VTF Tomitól, úgyhogy 4v4, a bomba az le fog kerülni, egyelőre még nem. Krevox! Fejelt egy nagyot! Közben ki van már backside-on sexy is, de Borner őt is le tudja fejelni, a bomba meg most fog lekerülni, az viszont jó volt ez a tech crack FK Revoxnak, mindez a Voxra. Borner mindig apiban van, az nagyon jó pozíció, rá van valószínű kitéve, és Borner ott van a következő mettet is el tudja húzni. Krevox megint killel egyet, illetve öl egyet. Borner, hát Borner megállítatlan, az igen, az mondjuk, az már valami, gyerekek. Bornor beköszönt egy 4K-val így első körben, az IGL gyönyörű volt. És hát ugye a plannak köszönhetően már ott is vannak ugye a Galilok, 3 darab Galil és egy Megten. Pont Bornornál mondjuk ő itt tud venni utility-ket, úgyhogy ez abszolút jó lesz, és pauz, megint? Vagy mi van? Majdnem áll, most ezt nem hiszem. Jaj, öcsém. Hú, ezen túl kell lenni, Ego Warriors, meg igazából az Open Season-on túl kell lenni, ezek szerint itt ilyen. Itt ez megy. Na, mondjuk ki mégis megmondták ezt nyilván még a hétvégén, hogy ők azért nem, tehát nem azért nem hajlandóak módosítani a schedule-on, mert velem akarnak ezzel kiszúrni, hanem állítólag Openben nagyon nem szoktak, a csapatok nem jellemző, inkább fölfelé ugye Interben, minden Advance-ban, ott már ugye inkább ez a csapatnak a hírnevét is valamennyire tudja befolyásolni. Elmondásuk szerint ugye Zsombi is megerősítette, itt nem jellemző, itt nem is nagyon szoktak belemenni, direkt azt mondják, hogy hát nem, ha neked nem jó az időpont, ami ki van írva, akkor így jártatok. És lényegében ugye ezt csinálták amúgy Bornerék is, részben emiatt is döntöttek úgy, hogy a legutolsó mérkőzésüket ugye a rájátszás, vagy bocsánat, az alapszakaszban nem halasztották el, és hát igen, tehát hogy ezért nem döntöttem én is amúgy úgy, hogy jó, hát Kiméknek valóban van egy másik streamjük, angol nyelvű vagy finn, nem tudom pontosan. Ha valaki a meccseiket szeretné követni, akkor azt megteheti az X-en, ugye a Violetnek az X csatornáján kim vannak mindig a linkek a megfelelő meccsek előtt. Megint egy gyors B-pop, de Mattnek ott van rögtön a nyitó kill, és füstbe, hűha, el tud bújni. Ja, várjátok, közben kéne egy X-ray, mert gyanús volt, hogy miért nincsen X-ray. Most már van az is. Nagyon jó volt a tag, de Borner ki tudja túrni Krevét füstön át, úgyhogy így megvan az emberelőny is, meg a plant is. Marcipán, na végre bemutatkozik most már ő is. És a Tempó, illetve
Iblam, vagy Ibla, aki ugye itt fenyegetőzött, meg toxikus volt, az most már ki vannak szorítva. Bornor pedig jön, és mondanám, hogy majdnem összehozza. De nem, nagyon jó volt a tag Iblára, és ebben a pillanatban ő is elhullik. 2-0 a Honvéd csapatának. És hát ugye ezzel, mivel ugye forszolta az előző körben, most is egy kicsit azért vásárolnak. Krevox lemásárolta magát 1300-ra, a többiek azért durván 2000 körül vannak. Hoppá, hoppá, Ibla. Megkapta is a kis damot, nagyon jó. De ez inkább vágnak ki ennek a körnek. Hát gyorsan végigfutnak itt B-n, hallgatják, hogy érkezik-e valaki. Nem volt B-pus, tolják Midet, VTF Tomi pedig letartja innen fölülről. Jó pozíciójának, úgy pozíciója Marcipánnak. Hopp. Á, Maestronnak beakad egy lépcsőt spotolva lehet, azt le kéne lőni, meg is van VTF, aminek 2v3 azért szépen tudtak még aprítani. Iblának igaz, hogy kevés HP-ja van, jaj, hát ide be kéne nézni, jó, tud trédelni VTF Tomi, hát azért ezeket a szögeket le kéne tisztázni, és megvan az utolsó játékosról is az információ, ledörbe tempó, hát ez egy egészen eszeveszett kör volt, illetve mondjuk az egy ilyen őrült kör. De végül is meglett, itt hát jó, hogy tisztázni kellett mondjuk Maestronnak a Psychot. Hát itt mondjuk, hogy Bornor nem nézve, azért ez egy kis hiba, ez majd Norbi, kérlek, ezt javítsd a jövőben, ez erre oda kell figyelni. De a lényeg, hogy megvan a harmadik kör is a Honvéd akadémiai csapatának, és akkor most a CT-k tudnak ismételten vásárolni. 5 darab M4, és hát utilitikből is azért szépen jutott mindenkinek. Kogiéknál pedig ugyanez elmondható, csak hogy ott Marcipánnál azért ott van már a VP. És megint egy mid agro, Ibla itt tolja kifelé, hát erre számítanak valamennyire. Hoppá, mertnek ott van a következő kill is, Frevox is. Marcipán még egyet tud válaszolni. Aj, a másodikról pont elváltottunk. Sexet viszont spotolt a Bornor. Nem, mi éneknél vált el, ezt nem hiszem el. De most ő meg nem látta Bornort. Á, és ez nem lesz meg sajnos. Így megvan a kör. Az első kör a CT-knek. Igen, ezekre számítani kell, hogy eléggé agresszíven, és hát mondhatom azt talán, hogy ész nélkül játszik az Ego Warrior, az legalábbis ahogy én lennézem itt a CT oldalon. Hát kb. Úgy kéne játszani, illetve úgy játszanak, mint hogyha támadó oldalon lennének. Terem jön agresszivitásra. Kíváncsi vagyok, és ismét egy pauz. Kíváncsi vagyok, hogy ebben a körben lesz-e valamilyen változtatás így a magyar csapat felállásában. Még vásároltunk, bár igaz, hogy plant az nem volt amúgy, de volt még annyi pénz, hogy a McTenre, Tech Nine-ra, két Galírra még azért futott a Tomiéknak. Hát utility az nagyon kevés lesz, hogy ezzel kell valahogy megoldani, szerintem ez egy gyorsabb kör lesz majd. Ami nem feltétlenül baj, csak meg kell találni azt a pozíciót, illetve azt a egy olyan call kell, ahol mondjuk nem fognak beleütközni akkor a ellenállásban, mert eléggé agresszíven tolják. Tolhatják akár rámpát is, Midet is, láttuk, hogy most B-n is végigfutottak az előbb, igaz, hogy ez mondjuk egy ilyen ekókör volt, vagy fél half-by, úgyhogy vigyázni kell velük, de ezekkel a fegyverekkel igazából most levárni nincs értelme. Tehát ez most tipikusan egy olyan vásárlás, amivel meg kell indítani, főleg a két McTennel meg a Tech Nine-nal. És ott megint pauz van, már jól megszokott pauz. Hát akkor várakozunk. Egyelőre még nem esett ki senki. Nem tudom, hogy megint valamilyen kitalálták, hogy valamilyen connection problémája van valamelyik játékosnak, vagy sem, de mindenesetre az, ahogyan viselkednek, az, ahogyan kommunikálnak, tehát már az előző pályának a bemelegítése alatt is, meg a késkört követően ez az Ibla dumált itt a honvédosoknak, ráadásul eléggé toxikus volt, tehát ilyen, szóval nem csak ilyen K anyád, meg ilyesmi, hanem ennél azért komolyabb, tehát hogy temetőbe küldött egy-két játékos, de az egész Honvéd csapatot, vagy kifejezetten egy emberre értette, nem tudom, szóval tehát ilyet azért ne, oké, hogy egy SEA, egy Open, tehát nem világbajnokságon vagyunk, meg nem egy Tier 1-es meccs, stb., de azért
azért ha már elmegyek egy versenyre, ahol mondjuk fizetek valamiért, tényleg pénzdíjazás van, ranglétra van, megvan a lehetőség, hogy magasabb szintre jusson az ember, ahol ugye akár a későbbiek folyamán szponzorokat szerezzen, stb. Tehát a legelső lépcsőfoktól kezdve én azt gondolom, hogy sportemberhez méltó módon kéne viselkedni. Tehát oké, hogy itt ez még olyan szint, hogy, de én, hogyha mondjuk tudnék annyira játszani, mint ezek a játékosok itt, bármelyik csapatból akár, tehát azért az Ego Warriors-nek a képességeit se kicsinyítsük, akkor, és bekerülnék egy csapattal, illetve indulnék mondjuk az SEA Open szezonjában, én akkor is úgy érezném, hogy fú, vagyok valaki, aki indul egy megmérettetésen, egy versenyen, és ott igen, minden versenyen, főleg úgy, hogy voltam azért annak idején versenyző, én azt gondolom, ott minden versenynek megvan a maga szabálya, írott meg íratlan szabálya, hogy hogyan kell viselkedni, mit kell csinálni, stb. Tehát valakinek ennyi esze legyen, mint itt némelyeknek, vagy csak ennek az egyenjátékosnak, nem tudom, a többiek dumálnak-e, de alapvetően szerintem a többiek füle mögött is van vaj, mert lehet, hogy ők nem dumálnak, de most ez az állandó szünetelés, na végre most akkor elindult, tehát szervercsere, szóval én azt mondom, hogy nem kívánok senkinek érdezni, megérdemelni. Tényleg az Ego Warriors, hogy most itt egy ilyen 13-1-re kikapjanak. Nagyon remélem, hogy most Bornorék oda vernek még egy kört, és akkor a következőben lesz normális vásárlás. Ugye a Warrioroknak hát felemás lesz majd, mert azért némelyik játékos most nullára vette magát. És akkor végre elindul az ötödik kör. Nincsen amúgy agresszió a CT-k részéről. Konit védi, Shax, ablakban is van egy játékos, hogy ablak ki lett füstölve. Sortra már amúgy érkezik Matt, aki tartja igazából így kötőt is. Tomi kapott egy kis molotovot, hát nem sok sebzés, 83 AP-ra sebződik a magyar játékos. Alapvetően azért elé állunk föl, és közben már zárát Maestro is. T-kezdő felől érkezik amúgy az A-execute. Lépcső is ki lett füstölve. Na nézzük, hogy milyen taxot fognak bevállalni. Kiugrott szendvicsbe. Koginak megvolt a nyitó, Marcipán pedig a szendvicsbe kiugró sexet is el tudja lőni. Dupla emberedőny. Ki van füstölve mindenki, CT is. Óha, Bornor. Hát ott nem kellett volna átjönni. Hát a füst azért van ott, hogy... Ja nem, a bomba még nem került le. Ebben a pillanatban fog. A füst az pedig pont fédel. Mindegyik szájton. Jó a flash. Jó volt viszont a néd is amúgy. Tempó kevés HP-n, illetve fél HP-n. Nézzük Kogit. Tempó közben fregelt egyet. Szedik a bombát, illetve nem szedik most a bombát. Kogi ne... Jajajaj, hát ez egy team kill, de Marcipának ott van a következő. És beakad végül is a diffuzoló játékosnak is. Köszönöm szépen a raidet, eSport 1 TV. Sziasztok! Mi ment az eSport 1? Jaj! Csak nem Pro League. Mindet nyert végül a... Koi? Vagy nem? Nem néztem, például nézhettem volna az eredményt, bevallom őszintén, mert az első mapot az enemy, az Ego Warriors csapatának a, hát az időhúzása valószínűleg az elrontotta, és hát kiderült, hogy hát a FaceTV-nek nincs fölkészülve, hogyha szervercsere van, akkor hát ők nem tudnak új relay-t adni, és a spectate gomb az pedig az oldalon, a matchroom oldalán pedig a régire mutatott végig. Jaj, Bornorton, nagyon szép közben ez a nyitó kill. Úgyhogy az első map Mirage az úgy telt el, vagy hát Inferno úgy telt el, hogy nem láttunk belőle semmi, de kitartottam, és azt hál' Istennek nyerte a Honvéd akadémiai csapata, Bornorék, az pedig az enemy pálya választása volt, tegyük hozzá, úgyhogy most saját pályájukon 4-1-ben, illetve 4-1-es vezeti, na, le kéne lőni, Maestro le is lőtte, így is van tempót, hát igaz, hogy lobos maradt a magyar játékos, úgyhogy 4v2, G2-0. Ja, ohohoho, G2-0. Jó, hát gondoltam, és maga biztos, tehát jó. Nagy különbségű győzelem volt, vagy? Hopp, hát ezt mondjuk, ezt már nem kellett volna, de így legalább megvan az info Shaxről. Marcipán pedig fogta, és befejezte végül is itt a hatodik kört is. 5-1 most már. Bornornak nagyon szép volt ez a nyitója, kellett is amúgy. Igaz, hogy nem B-site-ra mentek be így ezután, de tulajdonképpen utána már nem volt kérdés. Sőt, még ott talán Maestro volt, Maestro, ha minden igaz, ha jól emlékszem, aki szendvicsben még ott egy kisebb fájtatot letolt. 7-13-10. Hát amúgy na, akkor ez nem is annyira, nem annyira vészes. Tehát a Fézen egy nagyobb arányú vereséget szenvedett, ugye, az első mapom. Na, hát akkor azért GG mindkét csapatnak, de hát
akkor lesz kinek, gondolom most a mája hízik. És akkor látunk megint egy CT agrót, ezt most meg kéne akadályozni. Kogitól kettő beakad, Bornortól is még egy. Ibla betudott egyet, ojaj, kettőt szúrni, és már fel is vett egy AK-t, ez mondjuk így problémás. Jaj, Tomitól is egy miss, és a Tibla pedig tartja itt, mert közben midet. Bomba ott van B-házban, ezt most fel is veszi Marcipán. Hát, és igazából ugye arról van információ, hogy miden itt van Ibla. Azt nem tudjuk ugye, hogy Revox. Ó, kimondani a nevét, tényleg. Örülök neki, hogy ilyen neveket választanak maguknak a játékosok. Ezt viszont Maestro hallja, spottolja is, talán is Maestrónak megvan. Mindegy, ő. Revox. És hát ugye tudtuk azt, hogy Ibla igaz, hogy 100 HP volt, tehát neki még amúgy köszönöm szépen a követést a dobos 187-nek közben, tehát Iblának ugye volt most már ugye 3 killnél tart, és egyik játékos sem tudott rá még damage-et csak kiosztani, ami azért probléma, de a VP-vel jaj, Marcipán! Jön a Marcipán, és lerendezi. Megvan a 6. kör, garantált most már a döntetlen, de nem a döntetlenre megyünk, hanem arra, hogy megnyerjük ezt a DO3-at. Ugye ez most már az SEA Open szezonjának, 50. szezonjának a rájátszása. Köszönöm szépen kis Bonginak is a követést. Hello, hello. Hello. És hát ugye ez az első mérkőzés a rájátszásban. És ahogyan ezt megszokhattátok, minden Manage Yourself-nak a mérkőzéseit, ezt majd a következő szezonban, ami majd valószínűleg ilyen szeptember vége felé, októberben fog indulni. Ugye Manage Yourself az eSport 1 sorait erősítő Scorch és csapata. Meccsét is itt láthatjátok, nekik nem jött össze itt a mainben, az idei szezonban a rájátszás, de bennmaradtak, úgyhogy ez is egy fontos cél volt. Nem jött össze Shex, tudott válaszolni Marcipánnak a nyitójára, 4v4 marad közben az állás. Viszont a Honvéd AC Black ugye, hopp, az egy miss, azt le kell lőni, ujjaj, az úgy probléma lesz. Egy megvan, a másik az már viszont sajnos nem volt meg Tominak. Továbbra is egálban vannak az emberek mennyiségét illetően. Szóval a következő szezonban is lesz majd Manager Self-Cast minden kedden és csütörtökön, így van. És hát, hogyha itt most a Honvéd AC Blacknek sikerül, ha jól tudom, 2 BO3-at megnyerni, tehát mondjuk ezt és a másodikat megnyerik, akkor már intermediate-ben indulhatnak. Ha ezt bukják, akkor sincsen még vész, akkor alsóágra kerülnek, de akkor azt hiszem még 2-t kell utána nyerni, ha jók az információim. Közben indul egy B-támadás, tempónak sajnos megvan Bornor. Hát de tempóról volt információ, jó, legalább Marcipán el tudta lőni, és nála van a VP. És tudjuk, hogy Ibla ott van, viszont Ibla eléggé veszélyes, hát ő mondhatjuk azt, hogy a CT csapatnak a, hát nem mondhatjuk, a top fraggere konkrétan. És ez nem jött sajnos össze. Megszerzi a második körét ezzel a Legu Warriors. Tempónak a kiért láthatjuk, és megold róla az információ, hogy backside-on ott van, de valamiért nem, amilyen nem figyelt oda, és hát végül is sajnos Marcipánnak itt nem adta ki a játék. Unlucky, de még nem veszett el semmi, sőt, ó, hát mondjuk olyannyira, hogy azért itt sok zsinórban megnyert kör, hát ugye sok olyan kört úgy nyertünk csak meg, hogy egy-két ember élte túl, és érkezik egy gyors B-támadás, shortra jön ki a scout-a a Matt, őt mondjuk le lehetne, mondjuk az a tag az nagyon jó volt, a második már viszont nem talál be, side-ról kéne ledönti tempót, ő megvan, a scout-a, jön Krevox a VP-vel, 4v3 a plant, hogyha megvan igazából, akkor a legtöbbet már kioszták, Bornorék, már hát force körön vannak, úgyhogy azért nem ártana hozni. Jó, Kogitól ez nagyon szép volt. Ez is kellett nagyon, 2v2, kijött Kogi shortra. Bomba pedig elvileg ugye oda van kirakva. Na jön ki Krevox, illetve Ibla. Azért két jó játékosról van szó, hát ide ezt le fogja tisztázni. És Maestrónak nem lesz egyszerű dolga, így bizony Krevoxnak meg van Maestro skalpja. Hát és kifut azzal a kevés HP-val Kogi is. És nem is rajta volt kint amúgy a bomba, úgyhogy hát így meg lesz a defuse. És ezzel együtt sajnos meg lesz a harmadik kör is az Ego Warriors-nál, na, nem baj. Illetve annyi azért baj, hogy most ugye Echo következik a miénknél. Nem lepődnék meg, bár mondjuk Marcipán a 5300, nem hiszem, hogy VP-t fog, tehát a Hero VP mellett fog dönteni, és nem is lesz így, így van. Ő mondjuk viszont tud dobni, így van, Koginak egy Galilt.
És ott vannak azért Tech Nine-ok, Dezik, hogy igazából ezzel is akár egy pust meg lehet próbálni, bár én azt gondolom, hogy Dezikkel, Galilokkal lehet egy simán egy lassabb kört is játszani. Gyors ablakfűs, shortfűs, és akkor mehet is az átámadás, jönnek midről, illetve rámpáról majd Bornar Krevoxnak. A marcipán az hogy akad be? Viszont itt Shax, hát... még kettőt is el tud húzni, a fene egye meg. Kogi válaszol, de egyedül marad Bornar, az így élünk, és ott Krevox pedig a VP-vel kijön jungleből, és lelövi. Nos, na, ezzel 4-6, kettő kör van még hátra, ezt most meg kell nyerni, és egy 8-4-es kényelmes fordulást, ha kérhetem. Közben azért azt mondom, hogy ne felejtsetek el, holnap is lesznek az eSport egy ilyen Pro League mérkőzések, már most akkor délt követően, kora délután kezdődnek majd a felvezetők, és jönnek a mérkőzések. Ugye full BO 3-3 mérkőzés, fejből sajnos nem mondom meg nektek, hogy melyek kerülnek majd képernyőre, Tomi közben megnyitja a kört, ez nagyon kellett, azért főleg neki is, hiszen ez 8 killbe került, Maestro-nak talán a nem adja ennyire itt Mirázson a játék, 4-8-ban van a magyar Rifler. Üha! Ez Matix-től egy szép frag volt, tempótól viszont egy dupla válasz. Jaj, és a Miss Marcipántól, hát ez tempó most nagyon érezte, és az abban, hogy 3-1-ben maradt Tomi. Nem tudom, hogy tudnak-e róla tempónak a pozíciójából, illetve a... nagyon úgy néz ki, hogy igazából, hát nem. De a bomba ugye kiesett, tehát nyilván azt most ugye védik. És tempó, nem mondjátok, hogy 4K-t lepakol. Ezt. Ami szép, az szép, ezt meg kell hagyni. Zsinórban 4 kört nyer már a CT csapat, és hát ki tudják hozni akár... Jaj, megint egy időkérés, persze. Tudni kell, aki esetleg most csatlakozott ugye az eSport egy nézők, hogy az első mapról ugye lemaradtunk úgy, ahogy volt, mert az enemy időhúzás gyanánt admin hívott, új szerverre mentek, és mint kiderült, az új szervernek a címe nem frissül be, illetve a Relay a Face It Matchroomból, és a mapváltást meg kellett így várni. Az helyre rántotta, vagy helyre hozta, de hát ugye egy mapot ki kellett hagyni a streamben. Sajnos, de legalább ez meglett ugye a Honvéd csapatának, ugye az Ego Warriors mappi két Infernót el tudták hozni, 13-6-ra. Ugye ezen a pályán pedig, ahogy látjuk, 5-6 az állás, egy körre van attól az Ego Warriors, hogy egyenlítsen, és hát... győzelem ellenére, de nem, hát Krevox tud dobni, tehát a Shaxnek biztos fog. Ez fullos felállása. Kettő VP-vel ráadásul, Matt, illetve Krevoxnál van egy-egy AVP. Hát nálunk pedig, ahogyan hallhatjátok, Marcipánnál íresítve lett a scout, Galilok, nem a legjobb. És akkor még ennyien fogalmaztam, vagy finoman fogalmaztam, Bornornál pedig ott van egy megten. Lehet, hogy meg kéne próbálni egy átámadást, vagy egy gyorsabb kört. Igazából ki lenne füstölve tulajdonképpen egy simán executot, hogyha bedobálnak. Még a molikat mondjuk a füstök mellé, ugye ezt érdemes, mert azért azt láttuk a CT csapattól, hogy füst az nekik nem akadály, és kitolják előszeretettel. Meglepetést okozza, de ehelyett inkább azt mondja, hogy ablakfüst fog érkezni először első körben. Ez még nem jelenti azt, hogy ne lenne átámadás. Shaxnél viszont szép volt a nyitó marcipára, előtte a scoutosunkat. De azért ki tudott ő is osztani egy teget, 72 damage-et Shaxre. Krevox viszont a VP-vel nem csak tegel, hanem öl is. 5v3 és érkeznek tovább. Na, Kogitól nagyon szép voltam úgy Krevoxra. Jaj, nem azzal a molotovval kéne, de Bornar jön, és a molotov után a Galilla löl egyet, 2v2 alakul ki, Ibla pedig ott van. Hát igen, nem Bornar a VP-sünk sajnos, és Ibla pedig azért jól lő. Itt már láthattuk az előző körökben. Hát igen, ez már így most nem igazán jól hallotta azt is, hogy Kogi leugrott. Az a Moli, ez amúgy mellé ment, simán ki tudott volna menni is mellette akár, mindegy. Húha, na nézzük, tempóra számít-e. Ez alappozíció, ebbe be kell... Nagyon szép Kogitól! 1v1! Viszont, igen, és nagyon jól csinálja, midre ugrik ki. Nem próbálta meg, vagy lehet, hogy megpróbálta, csak nem láttuk, hogy átugorjon short felé. Érkezik Koniból. Ez amúgy még tök jó is lehet, nagyon jó döntés, végigvolkolni kell. Idő még van, 42 másodperc. Ibla pedig, hát hátba is tart, nézi jungle-t. A kalapon fogom megenni, hogyha
Ezt szerintem talán nem hallotta. A trappolást viszont nem, azt se hallotta, nagyon jó. Vére megy át, most ezzel Ibla. Utolsó kör, tehát menteni biztosan nem fog. Kérdés, hogy Kogi itt most kijön. 100 HP-ja van mondjuk mindkét játékosnak, úgyhogy itt egy... Nem. Oh, közben bejött Jungle-be. Ez mondjuk, ez is nagyon jó, mert mire még le fogja tisztázni konnektort, esetleg kidob utility-t, ugye van még egy moló, meg egy flash, érkezik hátba. Ne, a szúrás lesz majd. Nem pont most visszanéz. Jó, és megvan Koginak. Gyönyörű szép klácsot hozott a magyar játékos. Hétettel fordulunk. Oh. Na, Bornor, te ne írogass ide. De amúgy egyetértek, igen. Hát ahogy a kommunikációkat is néha megnézem a, ugye, a konzolban, most nem akarom benyomni a konzolt, mert az nem néz neki profin. Nem, egy igazi stream az nem olyan. De amit láttam, igen, amíg itt nem sikerült csatlakozni, hogy azért a kommunikációk is milyen volt, tehát ilyet nem. De erről beszéltem is az imént, úgyhogy ezt hallották már a nézők. De egyetértünk. Na de a lényeg, hogy megvan az előny és a vezetés. Ó, hát is nem, Póki esett. Hát... Mi meglepő. Akkor várunk. Ja, ugye valószínűleg akkor ezért van most időd, mert ugye van csúszás ugye a streamen, egy másfél perc, kettő, és ugye most, tehát ti már ugye tudjátok, hát gondolom akkor az elmúlt egy percben, másfélben már vártatok, úgyhogy akkor most egy hosszabb szünet következik minden bizonnyal. Ha lejár az idő, akkor azért el kell indulni, tehát hiába próbálják húzni az időt, próbáltak itt ugye szervercserét, próbálkoztak ugye rengeteg más időkért, technikai időkért, stb. Na, visszajött tempó. Tényleg idegesítő az ilyen, és nem jó, élek azért azzal, mármint hogy nem akarom őket meggyanúsítani, biztos nem. Induljunk ebből, hogy nem szándékosan csinálja az adott játékos, az, hogy mások ugye dumálnak, az már más, de az, hogy mondjuk, ha valakinek valamilyen kapcsolódási connection problémája van, akkor azt higgyük el, hogy valóban van neki valamilyen ilyen jellegű technikai issúja. De hát ez akkor is dühítő, és hogyha meg pláne, ha meg szándékosan csinálják, akkor meg aztán főleg. Na, nézzük, Ibláék, itt felállnak egy A-execute-ra, igazából hát van egy füst meg egy flash, tehát ilyen túl nagy execute-ot nem tudnak majd ebből csinálni. Marcipán spotol minden egy játékost. Hárman vannak sajnos B-n és egy A-védő, aki szintén, a Bornard pedig kihúzódik, úgyhogy rotálnak már is, hát Tomiék. Megindul az átámadás. Palaszból fog érkezni a bomba. Érkezett jungle-re egy füst, úgyhogy hát ez CT felől kell. Hát Kogira is tudnak trédelni. Kogitól kéne még egy kill. Marcipán. Ja, jó, beakadt egy, 3v3, Skrevoxnak ott van viszont a következő, 2v3, az óra pedig ketyeg, Diffuse Kit pedig nincsen, sajnos egyjátékoson sem, és nem jönnek a killek, és a tempónak pedig nagyon jó, nem, spotolt őt Marcipán ezek szerint akkor, de akkor tudjuk, hogy van egy jungle-ben, Skrevoxnak ott van a következő kill is, 2, ő elhullik, tehát így most már a bomba biztosan nem lesz meg a Diffuse, és tempó pedig jön konnektorban és el tudja lőni Marcipánt, úgyhogy ezzel zárkózik az Ego Warriors szoros mérkőzés. Hát szoros voltam ugye az első pályán is, nagyon sokáig, sőt még vezetett is az Ego Warriors. Egészen talán ilyen ugye 6 körig jutottak végül, és sokáig volt ilyen talán 5-3 a számukra, de lehet, hogy 6-4 is, és onnantól kezdve nem volt több köre. Hát én akkor nagyon remélem, hogy ezt a sorvintet követve akkor az Ego Warriors itt megáll, illetve a Honvéd akadémiai csapata pedig azt mondja, hogy akkor you shall not pass. És látunk egy mittolót, hát ők elfutnak midre, aztán átfutnak B-re, a terroristák pedig futnak A-ra. Igen, ezt már realizálták is a CT-k, jönnek Koni felől. Legalább utility-ket kidobáltak amúgy a T-k. Ötös megtenekkel, Kogi jön, hát őre számít, azt nem hallotta is. Ó, Kogitól egy gyönyörű szép fejes. Már megértem, jöhet rámpáról. 4v4, mert közben megvolt tempónál is egy kill. A tempó is nagyon jó körön van, illetve Ibla is, a tempó is már zárkozik, sőt, Krevox is, tehát most már 3 T-játékosnak is jól megy ezen a pályán. Maestrónak közben ott van a következő, rácsipognak. Kogitól kéne még egy fejes, abból a Deziből adja is tempóra, tehát így megint nem lesz meg sajnos. De legalább azért 2v1 tud kialakulni. És ráadásul,
Hát egy megten tudunk ugyan kimenteni, de ez egy, hát ahhoz képest, hogy egy... Eko, hát ekokör volt bizony. Egy ekokörnek, ez nem volt rossz, igaz, hogy 7-7, de nagyon jó ekokör volt, és hát ugye Iblának is 3500 dollár, abból így van, csak Galil telik, hogyha jutikat is akar venni. Hát Shaxnél pedig neki is van 4001, ő AK-t vesz, ő kevesebb utit inkább. Nincs olyan sok utility-je amúgy a T csapatnak, tehát ezzel vagy első szándékból kell megpróbálni, tehát ha úgy nézzük, akkor több utilja van még a CT csapatnak, mint a T-nek. Csak Jézusom, Matix! Mekkorát fejelt marcipára! Ezt megemlegeti a magyar játékos. Az viszont jó kéne, hogy legyen, jaj, Kogitól a Miss. Érkeznek be sorton. Kell még egy kill Tomitól, de lehet, hogy vissza kéne inkább jönni. És jön közben az Api is. Ő a sortot tolják be. Jó, Tominak beakadt kettő is, ez nagyon kellett, a harmadik már nem jön össze. Érkeznek ketten házból, Krevox, illetve Ibla. És talán nem tudják, hogy Bornor itt vár, de... Hát ez rosszul volt sajnos olvasva, illetve... Nem készült föl! Maestro! És beakadt Maestrónak! Hű, ez mennyire kellett, ezt mondanom sem kell. Megérdemli, megérdemli a Honvéd csapata, és megérdemli az Ego Warriors is. Mindkét csapat pro és kontra. Hát azért ezt mondjuk tegyük hozzá, ez egy gyönyörű szép. Tehát ilyet, hogyha megkérik, hogy lőjön még egy ilyet, az százból egyszerűen nem tudsz szerintem csinálni. Most az egyszer összejött. De most miért cserélt oldalt a... Na így. De most nem tudom miért, mert megint megcserélődött az izé. Ezt majd jelzem a HUD készítőinek, ez egy új HUD, aki esetleg korábban nézte a streamjémet, láthatta, hogy még más volt. Ez így iszonyatosan jó. Nagyon jó HUD, és fizetős ugyan, de nem annyit kell fizetni, mint a Lexogrinér. Nagyon lelkes fejlesztői csapat csinálja, de nézzük közben a mérkőzés tempónál, ott van a nyitó, de Maestro, Jézusom, ezt bedarálják. 3v1-ben nem kéne, hogy esélye legyen. Hát azért, na. Kogi végül is egy féltárat beleeresztett itt Shaxbe, de végül is a lényeg az, hogy megvan a kör, és megint megvan a kettős dupla előny, 9-7 ezzel. Akkor most a ték ekón vannak, vettek az érdeziket, meg ott van egy megten és tempó kezében. Lehet, hogy megint... Hát... Ja... Hát, Kogi... Jó, Marcipán és Tomi is tudnak itt aprítani, sőt, jó... Tomi és Marcipán elintézik a kört, tehát Kogitól talán megint kár volt ez. Tanulhatnának már azért a hibáikból a srácok, mert nem egyszer próbálják itt agresszívan rámpá... vagy mi ez... konnektort kitolni. A Marcipán még nem lehet megállítani. Ő kérte ugye meccs elején, hogy hogy az ő povját mutassuk majd leginkább. Hát ugye autodirektor van, ami olyan, amilyen. De hát csak kettő kezdem van, egyikkel a replay-eket kezelem, másikkal meg mást fogok, mert mind. Úgyhogy rendezni nem tudom, illetve rendezőként nem tudok sajnos ténykedni. Úgyhogy marad az autodirektor. De azért így is sokat kerül Marcipán is képernyőre, és megvan most már a 10. kör, Double Digiten van a Honvéd, AC Black 10-7. Ezzel ugye BO3-ról van, szóval az első mapot nyerték a srácok, úgyhogy három körre igazából attól, hogy ezt a pályát, illetve az egész összecsapást behúzzák, és egy lépéssel közelebb kerüljenek az Intermediate-hez, a jövő következő szezon Intermediate kategóriájához. Matt pedig tolja keresztül füstöt, és rögtön egy fejessel indít sorton, és megy tovább, így van, megint jön egy BAP, ugye hasonló kört már láttunk. Szép volt Bornoltól, egybe akad a második, Kogitől pedig jön a harmadik. Tempó viszont érkezik shortról, megvan az információ róla, illetve a kocsiról is. 3v2, tudják, hogy valószínűleg itt lesz talán ablak mellett, a kint shorton, Koginál egy, és akkor tempóra igazából egyszerre kéne megérkezni. Kogi! Na, hát az előző keredén ott mi alján, igaz, hogy ki volt füstölve, meg ott így eléggé messze is voltak a játékosok. Hát tud ő ilyet lőni? Amúgy nagyon kellett, hogy jött Kogi is, végül is befejezte.
19. kör, Marcipántól egy nagy... Íj, Krebox válaszol rá viszont, 4v4. Legalább mi is tudtunk egyet ölni, jó volt a csere amúgy, mert kár volt ezért, mert a VP-sünk hullott ki. Négy kis teget kapott Krebox. Vétel Tomi pedig fölment ledőrbe, és próbálja megtartani. A boostot amúgy, talán még hogyha a füster is megy időben, és elég sok időt töltenek el ablakban, csak Kogi lehet, hogy erre nem fog számítani. Így is van, nem számít, és... Uff... Tomi. Hát ezzel el is adja a pozícióját, nem is tud... Nem is tud ölni. Hát ez így unlucky. Jó, elszállítom, volt még Maestro. Neki sem jött össze. Tominak végül is azért egybeakadt 2v3, mert meg lehetne úgy próbálni. Bornor alaposan túrja itt sortról. Na, beadja. Beadja Bornornak, és közben Tominak is fordítanak a CT-ke. Mi történik itt? Azért open season, nyilván itt ne várjunk el feltétlenül olyan játékot, amit mondjuk például az eSport egy csatornáján megszokhattunk tier 1-ben, vagy magasabb szinteken. Nyilván taktikai elemek azért itt is vannak, de mondjuk úgy, hogy vannak improvizálások, és hát Bornornak közben meglett ez a kör is, úgyhogy pálya, illetve mérkőzés pontra jut a Lenovo Akadémia, a Honvéd Akadémia csapata 12-7 ezzel. És akkor reméljük, az utolsó kör fog indulni. Ugye Tempo nem is tudott vásárolni, de, ne, bocsánat, 5 darab AK-val fognak nekivágni, remélhetőleg az utolsó körnek. Az Ego Warrior játékosai, vagy Warriors játékosai. Nem kéne tovább erőltetni, mert azért többen vannak kint, mi Dan Bornor kapott egy kis sebzést, 74 HP-en marad a Rainflerünknek, illetve az IGL-ünknek. Trebox is nédelve lett egy kicsit, 75 HP-n. Viszont ablakba eléggé gyorsan felugorhatnak, és már föl is ugrottak. Ja, és Shaxnek viszont megvan rögtön az első nyitó. Marcipán válaszol Shaxre, Krevox pedig folytatja, jön áról. Ákerítő, hát nem tudom, bomba igazából ablak alatt van, ákerítő simán lehet, hiszen a rámpán is van egy játékos, ugye Krevox. Koginál ott van Ibla, erre megint válaszolnak. Nem tudnak, hát erre viszont VTF Tomi nem számít. Úgyhogy 1v3-ban marad Marcipán. De megvan egy. 1v2, viszont rohannak a bombával B-site-ra. Hát ezt igazából én azt gondolom, hogy ki kéne menteni. Marcipán tud majd dobni, Bornonak van pénze, és Koginak is, tehát tulajdonképpen meg tudják oldani a következő kört. Ezt el kell engedni. Lerakják a bombát B-re, meg lesz így a 8. köre az Ego Warriorsnak. Jó, akkor meg lesz, csak Marcipán így is tud venni, csak így nem tud dobni, tehát itt saját magának kell, hogy vegyen. Hát ezzel nem hoztam mondjuk jó helyzetbe a saját csapatát, na mindegy. A loss bonus ugye nem olyan nagy. Ja, várjál már, ezt most ki kéne választani, hogy Ego Warriors választotta ezt meg a Honvéd AC Black. És akkor most... Ez már rongyolnak befele B-site-ra, sekszék, és meg is van VTF Tominak a skalpja. Hát most egy Echo jön, úgyhogy igazából ezt a kört minden bizonyan hozni fogja majd a T csapat. Itt cél lehet esetleg az, hogy ellőjenek minél több fegyvert a kezeikből. Mindent is kifüstölnek, sort is, ablak is. Az nagyon szép volt Maestrótól. Megvan a egy, megvan a második is Bornornak. Még egyet esetleg, hogyha Marcipán el tudna, de nem, végül is Shax egy 2K-val befejezi a kört. De három fegyver jön csak ki, kettőt el tudtak lőni. Ez nem volt rossz. Azt nézem, hogy közben itt, hogyha visszamegyek. Configure. Aha, az itt eltűnik. Miért tűnik ez el?
Ő a temponál közben ott van a nyitó kill. Közben itt a hádot próbálom böngészni. Hát az a baj, hogy ember hátrányba kerültünk. ETF Tomi, illetve Bolnor maradnak. És 12-9-nél ez veszélyes, mert hogyha ez most bukó, közben 2v2, ára lekerül a bomba, érkeznek mind a ketten Bolnor, illetve VTF Tomi is jungle felől. Megvan, ó, az egy miss volt, viszont Matix tudott válaszolni sajnos CT-ről. Hát így mondjuk Bolnor tudja, hogy ki merre tartozkodik, tempónak könnyű a dolga, ő kimegy rámpára, így is van. És így tudják húzni az időt. Tomi pedig, hát... good luck. Talán ezt hallotta, hogy el is fut. Hát így most már megvan az információ mindkét játékos, nem hallott, hogy elfut. Hát te lehet találni, hogy elfut. Matt pedig sajnos jön, visszapíkel CT-ről és ellövi VTF Tomit 12-10 ezzel. Hát egy esélye maradt tulajdonképpen a CT-knek, most Echo jön, minden bizonyal az 12-11 lesz, ha csak nem tudnak valami váratlant húzni és nem hibáznak azért bele. Vajon őszintén most azért kell némi hiba az Ego Warriors részéről. Zsinórban megvolt azért itt 5 kör is a Honvédnak, és aztán most megint 3-mal szépen zárkóznak az egósok. Azért pénz igazából ott sem annyira megnyugtató, bár ez nekik már igazából teljesen mindegy, mert ha buknak egy kört, akkor az ugye az a mérkőzés végét fogja jelenteni. És futnak is befele, így van, Koné ellett füstölve ablak is, futnak B-re, B-szájt teljesen üres, le fog kerülni a bomba is. Igazából, hát meg lehet akár próbálni, ugye Kevó nincsen egyedül Bornornál, lehet próbálni ezt a rit. Oj, jó volt a tag viszont, Metre. 14 HP-n, esetleg itt megint lehetne aprítani, hogy az ekonomiájuk ne legyen jó, bár mondom, ez még egyszer teljesen mindegy. Az utolsó körben mindenképpen vásárolni kell, tudnak is majd vásárolni. Hiszen a bomba lekerült, és azért ezekkel a fegyverekkel a CT-k hát nem igazán fogják tudni ezt vissza tékelni. Maestronál az még egy szép fejes, de ez csak egy szépségtapasz. 2v4 közben, és nagyon messze van amúgy Marcipán, Underből fog jönni. Esetleg Exitre jó lehet, Exitre jó is bizony. És van VP. Mondjuk ez így jó, ez így nagyon jó, mert azért olyan sok pénz nem lett volna a CT-knél. Hú, hát 12-11, utolsó esély. Befejezzük a mérkőzést, vagy OT-ra megyünk. Azért... hát tegyük azt hozzá, hogy igazából mindkét csapat lényegében, hát most több kört hozott már az Ego Warriors, ugye 7-5-ös fordulásról a Zsinórban, illetve most összességében 6 kör a nemük mellett. Érkezik a... kirobbantják, hát oda mindre sajnos nem érkezett senki, Marcipán nem tud ízpotolni senkit. És nagyon néz ki, hogy megint egy B-futó, nem Underen keresztül futnak majd mit felé. Itt problémában lehet majd Kogi megint, aki átolja ugyan a füst. 5, 1 megvan. Nagyon jó, nagyon kellett. A másodikra viszont számít ugyan, de Ibla el tudja őt lőni. 4v4, és közben Sexnek is megvan, de Marcipán pedig a rámperről érkező Mette tudja ellőni, és aztán jön Iblának a fragje is, illetve a skalpja. 3v2, Marcipánról viszont van inf... pont fegyvert váltott, nem tudom minek. Hát most megnehezíti itt a saját csapata helyzetét Marcipán. Megint üres az álszájt. Fölmegy füstre. És nem kerül le a bomba, Maestro, mekkora játék volt, Sex pedig itt van. Hát nem tudom, hogy tudnak róla, mert hát ugye ő lőtt el Marcipánt. Kapja a teget, két irányból kapja a teget, 2v1, 34 HP-n a 200 HP-s játékossal szemben. És Bornor pedig kicsit ugyan távolodik, jól teszi amúgy, fel kell menni shortra, vagy el kell menni jó messzire, a bomba pedig kiesett, ugye. Kiesett amúgy, erről Tominak tudnia kéne, mondjuk riték amúgy. Hát inkább játszanak ritékre, azt mondom, persze. Úgyis még nyom egy fék plantot, így van. Maestro ráér, jaj, és nagyon okos Bornor érkezik hátból, és erre valószínűleg nem fog számítani. És mire majd Maestro ki fog píkelni CT kezdőről, még most lövöldözik egy kört, még most érkezik vissza, és Bornornak ott van a befejező kill is. Fú, gyerekek, hát ez nagyon kellett amúgy az Ego Warriors ellen.
abszolút megérdemelte a csapat, és azt gondolom, hogy nagyon jól játszottak, és hát na, most miért nem működik itt a replay, haló? Kéne, hogy működjön, de valamiért nem akarja adni. De. Hát valamiért, ugye itt az első pályát nem láthattuk, de végül 13-11-re, hát egy nagyon kőkemény meccsen tulajdonképpen meg tudta nyerni a magyar csapat, a Honvéd Akadémia csapata. Akit ugye hétvégén láthattunk például a game ellenben, esetleg kint volt és láthatta őket, azért szépen helyt álltak, bár ott azért komolyabb csapatok ellen kellett megmérettetni magukat. De itt, ebben a BO3-ban egy hát simának induló 2-0 tulajdonképpen, de végül is mutatjuk azt, hogy a nehezén túl vannak, illetve ezen a bizonyos másik pályán, ami a saját pályán volt a Honvédnak, kicsit azért azt nehezebben hozták, de tulajdonképpen meglett, úgyhogy hát hatalmas gratulál a csapatnak, csütörtökön lesz a folytatás, és egy kis meglepetés, csütörtök este Zsombi is csatlakozik, ha minden igaz hozzám, úgyhogy duókast lesz majd Korcsal és velem, úgyhogy hát még egy kis highlight gyönyörködés, és megnézem addig, hogy itt van-e Bornor esetleg egy interjúra, úgyhogy ha igen, akkor még egy gyors interjú belefér, úgyhogy ne menjetek nagyon messzire, egy kicsit szanás. Jaj, no, hát gyönyörű volt a győzelem, remélem, hogy igen, mindenki hall engem most már. Megnézem akkor, hogy Bornor itt van-e velünk a Szerón, hiszen azért mégiscsak talán meg tudjuk őt kérdezni arról, hogy hogyan értékeli. De nem látom, hogy írt volna. Köszi a kasztot. Ja, nem lesz interjú. Ilyen repara. Ja, oké, bepótoljuk. Nem lesz akkor interjú. De hatalmas gratula így is a Honvéd csapatának, meg köszönöm szépen mindenkinek, aki még itt maradt itt az eSport egy adást követően, és hát remélem, hogy hát ha nem is olyan minőség volt, nyilván itt egy open meccsről, egy esetleg open mérkőzésről beszélünk, de alapvetően azért láthattunk szép játék, vagy jó játékot, mindkét oldalról tegyük hozzá. Tehát bocsánat, azért az Ego Warriorsnak is voltak szép mozzanatai, megmozdulásai, de összességében azért jobban jöttek ki mind taktikai elemek, mind pedig azért a többségében a timingok a magyar csapat oldalán. Azért itt ugye Mirázs az egy kicsit szoros lett a végére, ezt be kell vallani, de végül is meglett, és ez a lényeg. Úgyhogy hát csütörtökön folytatják, és ha minden igaz, akkor ugye csütörtökön, de azért rá is tudok talán nézni, nem tudom, hogy ilyenkor már kiírják-e, hogy igen, meg is van, a Brute Academy ellen fognak majd csütörtökön 20:30-kor, ugye csütörtökön is az eSport 1-en én a délutáni meccset fogom majd elhozni nektek, hogy melyik, azt még ugye nem tudjuk egyenlőre, ugye ez a továbbjutásoktól függ, illetve az ágrajztól, de az ugyanúgy be fog valószínű fejeződni mostanra, mint ahogy a mai mérkőzés is, és akkor 20:30-kor a Brute Academy ellen, hát akkor az gyorsan rá is kukkantunk, hogy mit érdemes róluk tudni, talán egy előjáróban. Brute Academy félig meddig szlovák, illetve cseh csapatról van szó, hát drága szlovák és cseh barátaink, ugye annyira imádjuk őket, mint talán a románok, na jó, nem? Talán egy fokkal inkább, még mindig jobban, mint ugye a románokat, és hát amit mondjuk, nézzük akkor meg az ő eredményeiket ugye itt a ligában, ők itt azért komoly, egy win, ugye nekik is, és 11 win, 3 lose volt az alapszakaszban. Azért az nem rossz, tehát Brute Academy azért nem lesz egy egyszerű enemy. Norbink elment alokálni, nem tud jönni interjú. Igen, írta, hogy IRL gondok vannak, úgyhogy semmi gond, majd akkor a következő alkalommal talán meg. Hát most ugye itt hosszúra is nyúlt, itt volt egy csomó várakozás, ilyesmi, úgyhogy nem szólt megértem, talán majd akkor a jövő
következő meccsen lesz erre a lehetőség. Pont azt mondom, Marcipán, hogy azért nem lesz egyszerű ellenfeletek, ugye a Brut Academy, akik 11 winnel 3 lose-zal jutottak a rájátszásba, és nyertek is itt a rájátszásban. Ezt mindjárt meg is tudom nektek mondani, hogy, hogy egészen pontosan mennyire, illetve milyen eredménnyel zártak. Azt mondja, hogy várjál, az itt lehet, hogy ez egy... Uh-huh. Aha, nem álltak ki ellenük, ez egy FFV, úgyhogy akkor ebből nem nagyon tudunk kiindulni, tehát ők játék nélkül jutottak tovább, és fognak majd ellenetek játszani. Ó, nem játszol a kövő meccsen, az unlucky és sajnálatos. Hát akkor beugróval majd, nem tudom, hogy Norberto esetleg, vagy Novice fog majd, talán Novice, mert ő még ugye VP is, gondolom posztra kéne, de akár még Gali is be tud ugrani. Már nem tudom, hogy melyik jaja, de lehet Norberto. Norberto lesz, ugye ő is itt volt a cseten. Akkor felkészül Norberto, és hát reméljük, hogy, hogy vele is hasonlóan, ha nem jobban fog még, ha lehet ezt fokozni, játszani a csapat. Kell majd azért, mert erős enemy várlátok, úgyhogy, úgyhogy ezt fel kell kötni a gatyót. És hát mára igazából már én több streamet nem terveztem. Holnap ugye este lesz majd, este leszek majd az e-sport egyen, az esti mérkőzésen, ugye, ami 8 órakor kezdődik, vagy fél 8, nem tudom pontosan. Úgyhogy előtte itt a Tech Barát csatornán lesz majd egy kis Horizon Forbidden West, már szerintem ilyen 5-6 magasságában, és hogy még időben be tudjam azért fejezni, hogy kicsit tudjak szusszanni majd az esti BO3 előtt az e-sport egyen. Csütörtökön ugye Bornarék következő meccse majd 8:30-tól, az e-sport egyen előtte meg ugyanúgy ESL Pro League 20. szezon. Pénteken nem lesz Sport 1-es custom, viszont ennek következtében, ennek köszönhetően a Tomb Raider 3 képernyőre tud majd itt kerülni, és hát, hát ha befejezni még nem is, de már nagyon közel kerülhetünk majd az endinghez, és jöhet majd a következő részt. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, jó ét neked is, jó ét mindenkinek. Ha már ilyen sokan itt vagyunk, akkor megnézem, hogy esetleg azok közül, akiket én követek, akkor tudok-e valakit raidelni. Cséket a beton ellen. Tök jó, akkor szerintem Kodit fogom raidelni, mert miért ne. Nektek köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy holnap is találkozunk, e-sport egyen meg itt is, meg csütörtökön utána a Bornarék következő meccsen, úgyhogy remélem, hogy jól szórakoztatok, és legyen szép estétek. Ha tehetitek, akkor Kodihoz pedig nézzetek be. Szevasztok, szép estét!